Vendégünk tehát Kósa Lajos, a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság elnöke. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mielőtt az imént ismertetett témákról beszélnénk, hadd kérdezzem meg arról, hogy éjszakára lezárnák a nagy budapesti aluljárókat. Miért lehet erre szükség? Mit gondol? Hát két dolog. Egyrészt ugyan valamikor takarítani kell az aluljárókat, és az könnyebb, hogyha nincs forgalom, de nem az aluljárókról van itt elsősorban, szóval a tömegközlekedési eszközöknek a váróiról. Tehát az aluljárókat nem lehet úgy lezárni, hogy a közlekedést megakadályozzák, ott inkább csak a üzem, tehát amikor kicsi a forgalom, akkor inkább a takarítást kell máshogy szervezni. A pályaudvaroknak, meg az ilyen nagy tömegközlekedési eszközöknek az üzemszüneten kívüli részét, amikor nem mennek vonatok, nem mennek buszok, ott pedig ez egyszerű üzemeltetési kérdés, sokkal egyszerűbb és biztonságosabb üzemeltetni úgy, hogy amikor nincs forgalom, akkor lezárják. Kezdjük akkor a migránskártyák ügyével. Tegnap Dajcs Tamás volt a vendégünk, aki elmondta, hogy a Fidesz-KDNP 12 kérdést intéz majd Jean-Claude Junckerékhez. Mit lehet erről az ügyről tudni? Kik használják, hogyan használják, mennyi pénzt használhatnak? Hát őszintén szóval ez az egyik legnagyobb skandalum, ami történt ebben az egész migrációs ügyben. Egész egyszerűen azért, mert Európában senkinek sincs joga ahhoz, hogy névtelen bankkártyákat bocsásson ki, hiszen az lenyomozhatatlan, nem tudjuk, hogy kihez került. Ellentmond a pénzbocsás és a nemzetközi bűnbandák elleni törvényeknek. Tehát minden képzeletet felülmúl az, mit tett az Európai Bizottság. Név nélkül senkinek nincs joga bankkártyát birtokolni, azt használni. Ezek szerint csak a migránsoknak. Ami azért is kivizsgálandó, hiszen gondoljuk csak meg, hogy működik ez. Nálam van a bankkártya, oda kell valahogy adnom a migránsoknak, akiket nem tudom, hogy kicsodák, nem is tudom a személyazonosságukat, tehát a visszaélés az korlátlan. Aláír valamit, és akkor már odaadom, miközben több ezer euró érkezik rá havonta, még ezt sem tudjuk. Tehát azt látjuk, hogy a fekete kereskedelem azonnal megindult, tehát minden bűnöző álma egy ellenőrizhetetlen bankkártya, amikor bármikor pénzhez tud jutni, teljesen mértékben ellenőrizhetetlenül. Tehát ez olyan botrány, amit nem is tudom, nem véletlen, hogy egy régi pénzmosó és ilyen adó megkerülő, Jean-Claude Juncker vezeti a bizottságot. Tehát a Luxemburg az ő miniszterelnökség idején arról volt híres, hogy a paradicsoma volt azoknak az óriás cégeknek, akik nem akartak adót fizetni, és ott a legkülönbözőbb hasonló trükkökkel. Luxemburgban ezt meg tudták csinálni. Most ő az Európai Bizottság elnöke, még meg sem lepődök annyira, hogy most bukkan ez az ő elnökség alatt fel, de hát azért ez elképesztő, tehát ezzel ellen fel kell lépni. Várnak érdemi választ ez alatt a 3 hét alatt, ami hát ilyenkor hivatalosan rendelkezésükre áll? Hát muszáj nekik. Hát elvileg az Európai Unió valami jogszerűen működő intézmény. Ez közpénz, az európai adófizetők pénze. Még azt sem tudjuk, hogy mennyit osztottak szét. Az bizottság szerint 25 ezeret, az ENSZ adatai szerint 85 ezeret. Azt sem tudjuk éppen ezért, hogy mennyi pénz ment rá. 130 millió euró? 200 millió euró? Több? Annyit tudunk, hogy Soros György a célra felajánlott 500 millió dollárt. Az nagyon sok. Tehát itt azt tudjuk, hogy a migráció szorosan összefügg a terrorizmus és a bűnözés terjedésével. Tehát az Európai Bizottság tényleg egy lehetőséget ad a terroristáknak, a bűnözőknek, hogy ingyen pénzhez jussanak. Hát hol kap Magyarországon egy európai polgár? Itt mindjárt azok vagyunk, mindenkinek jól jönne néhány ezer euró per hó. Hát teljesen elképesztő, hogy lehet a migránsokat támogatni élelmiszerrel, ruhával, szállással, de készpénzzel, úgyhogy a szabadon. Anonim módon, igen. Hát ez ne vicceljünk már, hát ez a legelképesztőbb, amit csak el lehet követni. Ez egy, felveti a legsúlyosabb kérdés, bűnpártolás. Lehet, hogy ez egy szervezett csalás, és egyébként leosztották egymás között a pénzt. Hát ki tudja azt ellenőrizni, hogy tényleg átadták-e az anonim kártyákat valakiknek. Tehát az elképesztő, ha egy iskolai ünnepségen könyve jutalmat adunk, azt alá kell írni, hogy XY-on átvettem adatok, stb. Ellenőrizhető módon. Egy könyvjutalom esetén, itt meg havi néhány ezer euró,
van kártya, rendszeresen jön, és nem tudom, hogy kinek adom. És nem is tudom ellenőrizni, hát nincs személyazonossági, csak bemondás, aláírja valaki, Mohamed már átvette a kártyát. Tehát elképesztő, amit csináltak, és ez nem is maradhat következmények nélkül, azért nem lehet mindent megcsinálni, hát hogyha most és még bennünket mocanálnak jogállami kérdésekben. Tehát egész megdöbbentő. Azt mindenképpen megállapíthatjuk, hogy nagyon kell vigyáznunk továbbra is, tehát szükség van a határvédelemre. Összefügg-e ezzel ez a törvénytervezet, ami a rendvédelmi szervek alkalmazatjainak bérét igyekszik intézni? Hát csak részben függ össze. Igazából itt arról van szó, hogy két külön dologról. Az egyik, hogy az általam vezetett bizottság kezdeményezte azt a törvénymódosítást, amiben a rendvédelmi szervezetek és a honvédek esetében, amikor túlmunkát, túlszolgálatot rendelnek el, továbbra is megmarad az a lehetőség, hogy az illető, aki a szolgálatot teljesítette, az eldöntheti, hogy ő pénzben kéri ezt megváltani, vagy szabad időben kéri kiadni. Ez most december 31-ével lejárna, és ezt meghosszabbítottuk 22. január 1-ig, most 22. december 31-ig, tehát 23. január 1-ig, és ugye itt két fontos dolog van. Az egyik, hogy azért hosszabbítottuk meg, hogy legyen időnk rendezni a rendvédelmi szervezeteknek a bérét. Ugyanis a helyzet az az, hogy ugyan még idén is az életpályamodellből fakadóan emelkedik a rendőrök bére. És egyébként 2010 óta folyamatosan. Hát 2015 óta, az életpályamodell bevezetése óta ez a modell működik, csak hogy olyan mértékben nőttek a bérek, a bérkiáramlás nettó 10% fölött volt mostán az elmúlt 2-3 évre visszamenőleg, hogy ezt a bérelőnyt elveszítették a rendvédelmi dolgozók, és mert itt nem csak a rendőrök, hanem a büntetésvégrehajtásban, a katasztrófavédelemben dolgozók, az parlamenti őrségben dolgozók, tehát általában a rendvédelmi és fegyveres szervezetekben dolgozókról van szó, hogy igazából majd rendezni kell tartósan a bérüket. Tehát itt ez a másik, amit felvetett, összefügg ezzel a kérdéssel. Tehát arról kell gondolkodnunk, hogy a jövő évben hogyan rendezzük úgy a bért, hogyan emeljük meg jelentősen, hogy továbbra is vonzó legyen ez a pálya, és valamelyes lépést tartson a piacgazdaságban, a magánszektorban tapasztalt bérkiáramlásra, vagy bérmegedéssel. Sajtóban akár 20%-os emelkedésről is lehetett olvasni, ez reális ön szerint? Nem irreális, de ugye ezt le kell egyeztetni a szervezetben dolgozókkal, mert akkor adott esetben, hogyha ilyen jelentősen emeljük a bért, akkor azt kell mondani, hogy de is természetesen szabályozott módon, de a túlmunkát is el kell végezni, tehát hogy a túlszolgálatot. Említette ezt az életpályamodellt, mennyire vonzó most a rendvédelem Magyarországon? Még például katonaság. Még mindig ugye jönnek be újak a katonaságba, és mennek el a katonaságból, és ennek az egyenlege még mindig pozitív, tehát többen jönnek a hazát védeni, mint ahányan kilépnek a katonaságból. A fluktuáció mérték ugyanis, tehát ugyanakkor emelkedik. Tehát, hogy egy ilyen évi 2% a teljes létszámhoz vetítve, az elfogadható, normálisnak mondható, hiszen minden munkahelyre jönnek újak, mennek el. De ez az elmúlt években 5%-ra nőtt, és ez mutatja, hogy valamit tenni kell, mert az 5%-os fluktuáció az már a mi meglátásunk szerint nagy, és ezt nyilvánvalóan bérrel lehet fékezni. Azt kell mondjam, hogy a katonaság ebben az értelemben vonzó. Tehát aki katonaként kiképzett ember, arról lehet tudni egy munka, hogy valószínűleg fegyelmezett, van egy csomó képessége, tudása, és hát a munkahelyi kínálatban ezeket az embereket keresik ajánlatokkal is. Tehát muszáj, hogy a bérben felvegyük a versenyt, akár mondjuk a magánpiaci csábításnak ellenálló módon. Ha már biztonság és rend, akkor hol tart most a Demeter Márta ügy? Ez egy másik történet. Ugye a Demeter Márta képviselőtársam azt a nagyon-nagyon súlyos hibát, vagy ha úgy tetszik, bűnt követte el, hogy nem nyilvános adatot nyilvánosságra hozott. Ezzel egyébként veszélyeztette
a veszély, vagy veszélyezteti azokat az embereket, akik szolgálnak, tehát a katonákat, meg a családtagjaikat, hiszen a külszolgálatot teljesítő, főleg ilyen érzékeny területen lévő katonáink, azok veszélynek vannak kitéve, és azért nem szabad a családtagjaik, vagy a családjukról információt kiadni semmiet sem, csak akkor, hogyha ezt ők maguk teszik, mert ezzel adott esetben célponttá válhatnak. Tehát ez nagyon súlyos dolog, hogy politikai haszonszerzés okán másokat veszélybe sodrok, ezt nem szabad csinálni, és Demeter Mártával kapcsolatban kezdeményeztem a parlament elnökénél a nemzetbiztonsági felülvizsgálatát, mert Demeter Márta kockázatot jelent a külszolgálatot teljesítő katonák számára, meg az ő családtagjait veszélyezteti politikai haszonszerzésből. Ez nagyon súlyos hiba, sőt, több mint hiba, bűn. És milyen következményei lehetnek? Hát, hogyha a nemzetbiztonsági vizsgálat megállapítja, hogy nem nyilvánosságra hozandó adatot, tehát zárt adatot, minősített adatot. Személy évekre titkosított adatot. 30 évre vannak titkosítva a katonai repüléssel összefüggésben lévő adatok mindegyik. És nem Demeter Mártának a dolga megítélni, hogy ezt ő nyilvánosságra hozhatja, vagy sem. Ő egyet tud, az esküjének megfelelően nem szabad nyilvánosságra hozni. Hogyha ezt megtette, akkor azzal bűnt követett el, és hogyha a nemzetbiztonsági felülvizsgálatot kockázatosnak ítélni, akkor le kell váltani, vissza kell hívni ebből a bizottságból. A Parlament Honvédelmi és Rendészeti Bizottságában csak olyan emberek dolgozhatnak, akik nem jelentenek nemzetbiztonsági kockázatot. Ezzel nem lehet játszani, mert itt egy 3 éves kislánynak az adataival élt vissza. Tehát ez még külön minősített eset, hogy egy kisgyermeket adott esetben hozok veszélybe, mert nyilvánosságra hozom azt az adatot, hogy ezt lehet tudni, hogy akkor ennek a katonának, akiről szó van, a családja, ők kicsonák, és ő pedig szolgálatot teljesít valahol. Tehát itt ugye nem ismert ez széles nyilvánosság előtt, de hát még az érzékeny területeken dolgozók, tehát akik katonák külszolgálatot teljesítenek, adott esetben azért, mert rendet kell fenntartani, terrorizmus ellen küzdenek, háborús az eredetben a békét biztosítják, azokon a területeken még a telefonálás is aggályos, tehát azt tanácsolják mindenkinek, hogy inkább ne telefonáljuk sehova, mert azt lehet tudni, hogy hova telefonálnak, és adott esetben az célponttá válhat. Tehát ez olyan dolog, ami nem maradhat következmények nélkül, Demeter Márta esetében. Kósa Lajos, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk.